Isten irodák volna. S éjjel-nappal mozogna a tolla, úgy se győzni, ő se följegyezni. Mennyit kell a szegénynek szenvedni? Mennyit kell a szegénynek szenvedni? Aki szegény, az a legszegényebb. Fázosságát odaadja a télnek, melegét meg odaadja a nyárnak. Elsősorban a gimnáziumban próbálkoztunk szalagavató, stb. Alkalmakkor fellépni, de amikor felépült ez az új művelődési ház, itt már mi szerveztük a hétvégi 5 órai teákat vasárnaponként. Rengeteget jártunk vidékre, majd a Kami elmeséli, hogy pályázgattunk, voltunk mindenféle ilyen versenyen, elég szép sikerekkel. Úgyhogy mi hála Istennek meg tudtuk magunkat mutatni azért kifelé elég sok helyen. Az utolsó időszakban, amíg gimnazisták voltunk, gyakorlatilag minden nap próbáltunk, és órákat, tehát több órán keresztül próbáltunk, és mondom, a nagy erőnk az volt, hogy csak trióban voltunk, hárman voltunk, tehát nem volt drága a zenekar, ezért nagyon szerettek hívni bennünket. Ráadásul megvolt az az előny, hogy a Ferivel rendszeresen hangszert cseréltünk, egy-egy menetet én szóloztam, utána átvette a Feri, akkor én basszus gitároztam, és mind a ketten énekeltünk. Tehát ez a saját zene, több szólamúság, ez azt gondolom egy jó színvonalat biztosított. Abból gondolom utólag, hogy nyertünk meg megyei versenyt, aminek révén az egyik felejthetetlen élmény volt, az volt a jutalmunk, hogy amikor 73-ban nyár elején Havannába ment a magyar világifjúsági találkozón a magyar delegáció, zenekarok is mentek, akkor abban az évben a Bergendi Együttes és az LGT. És ők lejöttek Szombathelyre, Csónakházon mellett egy nagy koncertet tartani, és Vas megye képviseletében mi léptünk előttük színre. Mondom, nyár elején újság szerint sok ezren voltak, hát nyilván túlzás, hogy 10 000-en, amit a másnapi Vasnépe vagy harmadnapi Vasnépe írt, de rengetegen voltak, és bizony halálfélelemmel léptünk a színpadra, hiszen egy-két éve működő kezdőzenekar, csak saját számokat játszottunk, zömébe József Attilát, vagy József Attila feldolgozásokat, nagyon tartalmas szöveggel és nagyon hosszú betétszólókkal. És mondom, érdekes volt, amikor bekonferáltak bennünk, ott ácsorogtunk Presser Picitől 1 méterre, a Demir Rózsitól 1,5 méterre, tehát még pár mondatot is váltottunk emlékeim szerint, és akkor úgy mentünk fel a színpadra. A Sághegyen voltak Ráter hangversenyek, és ugye annak a záró műsora volt mindig egy ilyen ifjúsági rendezvény, ahol a turistaház előtti teraszán, ott zenélt előtte, ugye még amikor a ház működött, akkor ugye vegyesen, aztán utána saját maga a Smidesz is fel szokott lépni, és ugye, mivel ez ilyen majális május ideje volt, ugye nagyon jó idő volt, kellemes volt, meg ilyen jó emlékek voltak mindig. És ugye kaptunk egyszer egy olyan szállító járgányt, amelyik már nem tudom, most lehet, hogy zsuk volt, amelyik kuplungos volt, és ugye a sikló nem tudott fölmenni, és ugye a sofőr úr közölte velünk, hogy megérkeztünk lett a busz megállónál. És onnétól kezdve, hogy akkor most mi legyen, hogy legyen, és ugye a Gergorics Feri barátunk is velünk zenélt, és őnek is volt egy csodálatos motorja, meg nekem is, egy MZ-m, és ugye azzal vittük fel a felszerelés meg, aki tudott segíteni kézbe gyaloggal. Úgyhogy az egy jó bemelegítés volt. Húzd rá, cigány! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat, hiába! Mit ér a gond? Kenyéren és vízen,
bölcsőszábort a rideg kupában. Mindig így volt e világ élet, egyszer fázott, másszor lángval égett. Húz ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűd vonó bulbot. Szív és pohár, tele búval borral, húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal. Húz ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűd vonó bulbot. Pam, 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 pam. Mindig így volt e világ élet, egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húz ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűd vonó bulbot. Szív és pohár, tele búval borral, húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal. Húz ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűd vonó bulbot. Mikor lesz a nyűd vonó bulbot. Mikor lesz a nyűd vonó bulbot. Aztán azt gondolom fontos a háttér, az emlegetnünk Süle Ferenc úr nevét, aki én úgy gondolom legalábbis számomra igazi meghatározó egyéniség volt. Azt gondolnám így a, ugye pedagógus vagyok a pályafutásom végén, hogy talán a leges legnagyobb inspiráció tulajdonképpen a Feri részéről élt. Elképesztően jó tanár, hihetetlenül jó tanár volt. Kicsikét a kommerszebb népdalok, műdalok közé mindig klasszikus zenét is belopta, és valami zseniális módon mindig egy kis elméletét is be tudott csempészni. Slágerlistáink voltak ott órán, énekeltünk, ráadásul igaz élő zene volt, hiszen szerencsénk volt, mert a mi osztálytermünkben volt a zongora, így aztán kísérte zongorával a dalokat. Mi több nyáron rendszeresen, Balatonrendesen volt egy úttörőtábor, ott töltöttünk egy-két hetet, és mindig hozta a tangóharmonikáját, így aztán esténként az ő tangóharmonika zenéjére, közös énekre táncolt tulajdonképpen az ifjúság, és olyannyira ügyesen, zseniálisan csinált, hogy például előző héten volt a Táncdalfesztivál, másik héten elmentünk Balatonrendesre, már a díjnyertes dalokat játszotta. Tehát elképesztően jól csinált, egy igazi klasszikus, fantasztikus egyéniség volt, egyébként mindmáig az. A kulturáz mindenkori vezetősége, csak pozitív jó emlékeink vannak. Mindenek előtt Szabó Árpád nevét hadd említsem meg. 60-as évek közepétől, hát nagyjából ugye 70-es évek közepéig volt itt igazgat, aztán később a főiskolára került a népművelés tanszékre, utána Kuti Márta, illetve Egedűs László. Na most a legnagyobb érdemük az, hogy úgy szólván a legjobb magyar zenekarok adtak koncertet a Griffben. Nyilván ez is a háttér, ez nagyon fontos és hozzátartozik, hogy élőben hallhattuk a Szörényi Leventéket, az Illés Együttest, az Omegát például. Ott ültünk a általunk sztároknak gondolt és nevezett személyektől 2-3 méterre. Tehát hallottuk a LGT-be a Bartát például élőbe játszani, vagy a Radics Bélát hallottuk élőbe, a Tűzkerék volt itt. Úgy szólván a Express zenekartól elkezdve a Stúdió 11-en át rendszeresen voltak koncertek, talán 2-3 havonta. Ráadásul sokáig évente volt egy ilyen szemle beat zenekaroknak, rock zenekaroknak egy megyei versenye, ami később aztán egy ilyen nyugat-dunántúli jelleget öltött, a döntők rendszeresen itt voltak, ott pedig hallhattuk a megyei felhozatalt, és ezek nagyon-nagyon inspiráló hatással voltak ránk.
71-ben, a kis teremben. Egy regenten szólt az első akkord. Órák után a hangszerünk várt. Ömbölt a roki, bár nem voltunk profik. Hol van ma már a gimista ház? Ma már csak emlék az akkori beat zenés. Szombatonként táncolt a nép. Megtelt a kultúrház 5 órán át. Ezután még egy Schmidesz koktél zárta az estét, ez is emlék. Hol van ma már a gimista ház? Ma már csak emlék az akkori beat zenét. ...1971-ben alakultunk, az egyik dallal egyébként megidézzük ezt, tehát 1971 őszére datáljuk a nyitányt. Közben, amikor én leérettségiztem, után Őri Szentpéterre került, tehát én akkor egy rövid időre kiváltam, Szulár Tibor lépett a helyemre, és akkor egy más Schmidesz működött. Közben akkor én, mikor hazajöttem, meg a Feri ment el, a Szabó Feri ment el, helyette pedig akkor a Gregorics Ferit, Gregorics Ferenc urat hívtuk, ő basszusgitározott, és végül akkor lett vége ennek az első periódusnak, mikor a Peti bevonult katonának. Utána akkor én is bevonultam katonának, tehát gyakorlatilag eltűntünk. Sokáig egy ilyen hatalmas pauza, egy ilyen hosszú szünet volt a zenekar életében, mikor is, tán 1997 környékén egy ilyen vasárnap délután megcsengetett a Feri. Nem is a, igen, hogy a Petivel beszélt, és jó lenne akkor, hogyha találkoznánk itt Szeldöbölkön a Rezgőnyárfa vendéglőbe. Ugye előttem van egy ilyen sötét, bár kedélyesre sikeredett délután átbeszélgettük a történetünket, egyebeket. Kiderült, hogy a Feri Győr úr baráton él, hangszerei vannak is, folyamatosan zenélget. A Peti pedig mondja, hogy a Kuti Lacival továbbra is elmélt jó a barátsága, aki beruházott ilyen alapfelszerelésekre, és felajánlott, hogy akarunk néha, vagy ha akar ő néha zenélni, akkor elmehet. És akkor ezen tulajdonképpen felbuzdulva tettünk egy ilyen kis, úgy gondolom, sikeres próbát. Tehát egy alkalommal elmentünk hozzá, de hamar kiderült, hogy most már kevés, hogy hárman vagyunk, ezért aztán egy negyedik tagot is beszerveztünk, Mesterházi Sanyit, aki aztán basszusgitárosunk lett. Ott elkezdtünk ténykedni, dolgozgatni, kicsikét megkopott már az énekhangunk, és ne legyen olyan monoton, ezért a Ferinek a kisebbik lányát, Szabó Katát is beszerveztük, és folyamatosan ő
énekelt a zenekarral. Több helyen próbálgattunk, itt egy darabig itt a Művelődési Házban is, és végül is a legutolsó időszakban kiköltöztünk Kemenesőmémbe, és előbb a Mesterházi Sanyéknál próbáltunk, és utána pedig a Kultúrházba mind a mai napig. A Ferivel továbbra is stúdiómunkákat csinálunk, a régi dalokat, meg újabb dalokat vesszük fel, és úgy gondolom, hogy a kedves nézők is, hogyha esetleg sikerült a érdeklődést felkelteni, YouTube-on, ha beütik a Szabó Feri nevét, vagy az én nevemet, vagy a Smidesz együttes nevét, 14 dalt hoz ki, tehát kedvükre nyugodtan akkor hallgathatják, nézhetik. Jut az ember két virághoz, egyik jön a kalapjához, a másikat odaadja, mind a kettőt elhervasztja. Jut az ember két virághoz, egyik jön a kalapjához, a másikat odaadja, mind a kettőt elervasztja. Neki búcsul hidomballan, ő szól a víz, le nem csallan, s ő valamit lejti, aztán azt is elfelejti. Neve facog, esteledik, vizen a hab sebesedik, karjára dül, el is alszik, de csak jobban sötétedik. Én továbbra is aztán a élőzenét favorizálom, hétvégenként szoktunk gyakorolgatni Kemenesőménben, új zenekar nevünk van, nyilván kötődés a tájhoz, 95-17-ként szerepelünk alkalmakkor, egy-egy alkalommal. Tulajdonképpen egy hagyományos bulit, reggeli tartó bulikat már nem szoktunk vállalni. Fülöp Dezső egy új zenekart alakított, és miután mi leszereltünk, akkor abba kapcsolódtunk be. Ez egy másik történet, a Haverok együttesnek a hosszú, viszont tagságos, vargabetűs története.